Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez az NTV 30 esztendős Nyíregyházi Televízió múlt idéző műsora. Ez most klasszikusan az lesz. Nagyon régi időkre is visszamegyünk. Egy olyan Nyíregyházán valóban közismert és megbecsült személyiség segítségével, akit becéznek. És akit becéznek, azt szeretik. Hol úgy hívják, hogy Schulz papa, hol úgy, hogy Rockfater, hol úgy, hogy Tibi bácsi. Persze lehet, hogy jobban örülne, ha azt mondanák, hogy Tibikém, mert akkor egy kicsit fiatalabb lenne. Tibi, üdvözlünk a stúdióban, és hát akkor hadd Schulz papázalok én is. Köszönöm. Köszönünk, hogy itt vagy. És akkor most, hogy is szólíthatlak tényleg? Tibi bácsi, vagy Tibi, vagy melyik verzió az, ami? Tibi. Tibi. Szóval Tibi, nagyon örülünk, hogy itt vagy, és egy kicsit idézel vissza a tévével kapcsolatos élményeket is, tévéműsorral kapcsolatosakat, de én először saját magadról kérdeznének. Hát te voltál az első idézőben diszjokéj itt Nyíregyházán. Hogy indult ez? Igazság szerint véletlen műve volt ez, bár tudtam róla, hogy létezik ilyen műfaj, és hallottuk a Luxemburg rádióba, más külföldi adókon. Ez hogy ugye a 60-as évek. Meg 50-es. És ebben a Ludas az főleg a bátyám volt, tehát ő kezdte ezeket. Ő 4 évvel idősebb, neki voltak lemezei. Aztán, amikor én leérettségiztem, akkor a részben a Kossuthba is, a gimibe is kellett ilyen osztály találkozókon keverni a lemezeket, a zenét. Aztán később úgy döntöttem, hogy ezt jó lenne önállóan is. Különféle zenekarokkal szünetekben felléptem. Nagy szám volt, tudod, rákötni egy 100-as Marshallra a lemezjátszót, vagy egy Fenderre rákötni, és akkor úgy meghallgatni egy Chuck Berryt, vagy úgy meghallgatni egy Rolling Stones, nem egy 3 wattos lemezjátszóval, hanem egy ilyen nagy cuccal, és ezt a tömeg is veszettül vette. Tehát ezek a zenekarok 5-600 embernek játszottak a Lecsóba, a Kertmoziba, kint a teraszon, majd később ugye a Ifi Parkba. De ahhoz, hogy én is ott felléphessek, ahhoz le kellett vizsgázni mindig. OSK vizsga, Országos Szórakoztató Zenei Központ, vagy ORI vizsgát kellett tenni, hogy színpadképes vagy-e. Na most, hát itt érdeklődtem Nyíregyházán, volt OSK is, meg ORI kirendeltség is, hogy lehetne ebbe bejutni, és ekkor ajánlották nekem az irodaházat, oda elmentem, és Vikár Sándor tanár úr volt. Akinek a neve szintén fogalom Nyíregyházán. Hát ő akkor pont vizsgáztatott ott különféle ilyen zenekarokat, és mondtam ott egy szünetben neki, hogy mit szeretnék én, milyen hangszeren játszok, hát mondtam, hogy lemezjátszóval, és akkor hol akar fellépni, vagy mit akar, hát ezzel akarja szórakoztatni az embereket a cukrászdában, meg minden. A lényeg az, hogy ő se tudta, hogy mit akarok én se tudtam, hogy mit kér a TIT, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat könnyűzenei osztálya, de aztán megegyeztünk, hogy egy ilyen az opera, operett, a lehár, meg egészen el a musicalekig, Jézus Krisztus a szupersztárig. Lényeg az, hogy 1968-ban levizsgáztam. Mint? Mint titelőadó, és mint lemez bemutatásra jogosult személy. 1968-ban vagyunk, tehát még lemezjátszója sincsen mindenkinek. Milyen volt akkor a rock and roll életforma, mit kellett csinálnod ilyen fantasztikus képesítéssel? Hát először is maga a vizsga is már eredeti volt, mert egy hordozható lemezjátszón volt, és a vikár tanár úr kérte, hogy az ő irodájába vizsgázzak, és ez egy hordozható szuprafon volt, 3 wattos cucc, és ettől ő már a fejéhez kapott, pedig akkor még járt a villamos kint a Gorki mozi épülete előtt egy pár centire, és ez neki hangos volt. Gondoltad, hogy egy 100 wattos Marshall milyen hangos lett volna, azt egyszerűen elképzelni se lehet. Akkor igen, másképp reagáltak még az emberek erre. Az, hogy aztán hogy reagáltak magukra az előadásokra, azt akkor tudtam lemérni, először még nem éttermekbe, hanem a TIT azt mondta, amelyet levizsgáztam, akkor legyek szíves, és nekik is dolgozzak, és járjak különféle vidéki kis klubokba, és ott is meséljem el a
könnyű zene történet. Kvázi népművelő lettél. Így van. Így kerültem, hát több száz ilyen előadást itt a megyében, mindenhol, ahol Nagyecseden 20-szor, 25 műsorom volt, és a Máté Szalka ifjúpark, vagy ifjúsági ház megvette mind a 25-öt, akkor kellett mennem ide, kellett mennem oda. Hát Záhonytól Rakamazzig mindenfelé voltam Tiszavasváriba. És hát az egy jó lecke volt. Kocsim még nem volt, autóm, a barátaim segítettek, illetve ottani technikákat kellett figyelembe venni. De lényeg az, hogy ahogy ezeket az előadásokat én tartottam vidéken, itt a Nyíregyházán a Móri Zsigmond könyvtár is rászállt erre, hogy ne csak vidékre járjak, hanem itt is csináljak ilyet. Szóval a könyvtárban fölfedeztek téged a rádiósok. Igen, igen. Mi történt a rádióban? Hát idősebbek, idősebbek tudják, bocsánat, a fiatalabbak kedvét, ez a sajnos már megboldogult Nyíregyházi stúdiója a Magyar Rádiónak, egy hihetetlen komoly szakmai műhely volt és ragyogó csatorna. És akkor ott ez úgy működött, hogy előre föl kellett venni a műsort, mert ugye maga az adás, mikor ment, akkor ott tulajdonképpen szinte senki nem volt, már szalagról mentek. És a Fehér Gabi bácsi, attól kezdve a Pongó Béci, meg a többiek voltak, ott a technikusok, a Szikora Andris. Hát ők nagy örömmel fogadtak, meg tulajdonképpen a Matyasovszki Edit zenei szerkesztő is nagy örömmel fogadtak, mert nekem volt egy csomó lemezem, nekik meg nem. És akkor én beállítottam oda, mit tudom én, 10 Elvis albummal, vagy komplet Rollinggal, vagy Pink Floyd, meg Eric Clapton sorral. Honnan szerezted ezeket annak idején? Nem lehet egyszerű. Hát Pesten, a Ceglédi lemezboltban, meg a Rózsavölgyiben, meg amikor utazgattunk, akkor sokat vásároltam. Akkor még nem volt ez, mint később a rendszerváltás után a magárádióknál, hogy a kiadók küldték ezt. Akkor meg kellett venni, méghozzá nem is volt olcsó. De hát a családom összedobta, és amit így kerestem ezeken az előadásokon, hát például ezek a TIT előadások is ilyen 180 forintot kerestem meg, 420-at, már a legvégén kerestem 1400 forintot. Az sztárgázsi volt. Az már sztárgázsi volt itt a könyvtárban, de az már a rendszerváltás után annyit fizettek. Igaz, rádió... hogy ez egy óra volt, egy órás meló, hát ennyi volt oda. Tehát megjelentél a hónadat a lemezekkel, és így mentem a rádióba. És akkor ott azt mondták, hogy hát egy sorozatról lenne szó, hát ez nagyon jó lenne, Tibor, honnan szeretné elkezdeni? Hát mondom, hogy a rádió mit szeretne? Kezdhetjük a századforduló 1900-ban, Louis Armstrong születésnapjától, onnan számítják a modern könnyűzenét, és akkor kezdjük onnan napjainkig. De ez olyan 400 adásba beleférne. Hát ők úgy gondolták, hogy 10 legyen 10 előadás, vagy 20, vagy mit tudom. De hát a jó népnek tetszett, telefonáltak, írtak, hogy ja, hallott ezt a számot, szeretném még egyszer, meg kiválságműsorban, meg egyebek. Úgyhogy aztán ez ott lement, vagy 250, mikor aztán átmentem más rádióba, már a magárádióba. Ez a Jonathan rádió volt, igen. Igen, először a Jonathan rádióba. Igen. És hogyan lett ebből a tévé? Adódik a kérdés. Hát tulajdonképpen ezek a rádiósok lettek az első ilyen speakerek a tévébe is. Láttam itt az előzetesen, már beszélgettetek itt velük, más tévések. Más, mondjuk az első ősadást részben Ágoston István vezette, akire már utaltál. Így van, vagy aki kint van Lengyelországban. Szilágyi Szabolcs. Szilágyi Szabolcs, így van, meg Burgett Lajos, meg minden. Tehát ebben voltak újságírók is, voltak rádiósok is. Ez volt akkor a sajtó, ugye? Így van. Na most engem a rádióban meg azért fogadtak szeretettel, mert kelleves volt a hangom, volt egy csomó lemezem, mint diszjoké pörgött a nyelvem, kellett csinálni ilyen mikrofon vizsgát, elküldték bizony Pestre, mert hogyha racsoltam volna, vagy valami, akkor a beszédhibát nem szerették. Erdei Iván. Van, és akkor ezt fel kellett küldeni Pestre, zenével összekötve minden, hát komplett műsorokat kellett csinálni. Aztán később már ott is volt olyan, hogy műholdon ment élőbe, tehát az egész, és betelefonáltak, mit tudom én, Nápolyból egy hajóról, az ottani magyar tengerészek,
hogy hallják itt, hogy most a nyíregyházi Spartacus kivel játszik, az egy dolog, de nem tudom, hogy Fradi mit játszott, meg mit tudom, hogy ott vannak kint a tengerészek, hallgatták a műholdon a rádiót. Szóval ezek már nagy, nagy számok voltak, és akkor így ezek a rádiósok, gondolom ezek javaslatára keveredtem én ide a tévébe, mert ugye a Matyasovszky Edit, meg a férje, a Gajdos László, ők itt műsorvezetők voltak, nagyon aranyosak. A Várkonyi Zsuzsa volt akkor a televíziónak azt hiszem az elnöke, vagy vezetője. Hát ők megismertek engem a rádióból. Na most nekem nem csak lemezeim voltak, hanem voltak videóklipjeim is. Ami ugyanolyan nagy kincs volt akkor, meg ugye, a fiatalabb, ugye videódiszkó is volt. Meg itt voltak ezek a magazinok, ezek mind olyanok voltak, hogy ezeket lehetett vizuálisan vágóképnek, ennek-annak használni, és ha nem is volt meg az a legújabb klip nekünk, de a lemez meg volt, akkor feltettük a lemezt, meg alá ezeket a vágóképeket, és csináltunk ilyeneket, hát ilyen nagy huncutok voltunk. De tény az, hogy ez egyre jobban érdekelt, ezért aztán úgy voltam vele, hogy amikor a feleségem államvizsgázott 78-ban, akkor kimentünk Londonba a Reading Rock Fesztiválra, és akkor ott megnéztem, hogy hogy néz ki egy ilyen fesztivál közelről. Tehát olyan, mint most a Sziget Fesztivál, csak az 1978-ban, akkor ünnepelte a 20 éves jubileumát, mert az 58 óta létezett már. És annak az egyik szerkesztő a Márki Klub volt, akkor elmentem a Márki Klubba, hogy ott mi van. És utána ezt elmondtam egyszer itt a Városi TV-be, hogy én voltam kint, már láttam ezt, milyen a Márki Klub, milyen a Abbey Road, milyen a Chelsea, milyen a King's Road, és akkor a Zsuzsáék megengedték, hogy kimenjek Angliába. Kamerával. Egyébként mikor kerültél a tévéhez? 90-es évek? 92-ben vagy 3-ban. Hát mondom, a Gajdosék meghívtak egyszer szilveszteri adásba, így élőbe. Nagyon izgultam. Ugye vitte ilyen kis lemezeket. Ennyi múlt a látad mögött? Hát oké, de tévében akkor se voltam, szóval ez elég furcsa volt. És ez majd itt ezen, csináltunk is egy sorozatot, ott is így belenézni a kamerába, az nekem tök szokatlan volt, mert én szeretek így molyolni, és közben ott meg mindig mondtál, ide néz bele a kamerába, és akkor az olyan merev volt, az, annak nem örültem. De itt meg ugye élőben egyik vendég kijött, másik be, közben nagy konfetti eső, pezsgő vizé, és akkor úgy oda beállítani, hogy én mit javasolok, hogy például egy szilveszteri bulira milyen zenét ajánlok én. Hát mondtam, hogy hát vegyes legyen, na mindegy. Úgyhogy annak örök hálás vagyok, amikor oda behívtak. Aha, onnan kezdve aztán már nagy menő voltam, tehát onnan rájöttem, hogy ez nem esznek ott meg. Úgyhogy. Sőt, gondolom a rádióban ugyan már megszoktad a népszerűséget, de azért ez még rátehetett egy lapát, amikor meg is ismertek az emberek. Fú, hát az milyen furcsa volt. Az első tévéműsor, amikor lement, már akkor, amikor itt a Gajdosékkal csináltuk ezt a szilvesztert, már akkor volt egy ilyen érzésem, ahogy lementem itt a portás, már szólt, hogy jaj, nagyon jó voltál, Tiviként. Tehát, és akkor az utcán is meg, mit tudom én, ez olyan szokatlan volt nekem. Ma már ez nem így működik, de akkor ezt nehéz volt feldolgozni. De, hát örültem neki, de azért mikor egy fodrásznál vagy boltban, szóval nem volt mindig kellemes. De aztán én persze, hogy élveztem. Beszélgetésünk egyik legfontosabb apropója az, hogy valóban elkészült Milomési operatőrrel, akit majd szintén bevonunk ebbe az adásba, egy, hát én azt mondom, hogy helyi televíziózás szintjén egy kultúrtörténeti sorozat, ami mai napig is értékálló, és szívesen le is vetítjük az engedélyeddel a Nyíregyházi TV nézőinek.
Erről mesélj. Hogy kerültél ki Londonba? Túl azon, hogy azt mondták, hogy menjél, nyilván ez nem volt annyira egyszerű, meg ott megszervezni, hány adás lett ebből, milyen körülmények között jöhetnek a londoni sztorik? Hát érdekes kihívás volt, mint ahogy mondtam, szóval engem tulajdonképpen az érdekelt, hogy élőbe lássak ilyet, hogy ott hogy működik. Hogy működik egy klub, hogy működik, egy ottani diszjoké, mit csinál, milyen a Wembley stadion közelről. És akkor úgy voltam vele, hogy ezt szeretném bemutatni úgy, hogy ha nem is tud kimenni minden ember, aki nézi ezt a műsort, de legalább legyen róla valami fogalma. Akkor még nem volt internet, nem volt Google, nem volt YouTube, nem volt ez az amaz, ahol most beütöd, és akkor megnézhetsz egy Pretty Things-et, vagy egy Yardbirds-et, vagy bármilyen filmet élőbe visszakapcsolhat. És akkor elkezdtem szervezni. Most voltak ismerőseim, akik kint tanultak a Londonban, az egyetemen. A nővére a Portsmouthban, az egyetemen. És akkor ő mondta nekem egyszer, telefonban, amikor érdeklődtem, hogy én mennék ki egy ilyet forgatni, hogy el tudnák-e intézni nekem, hogy a Márki Klub fogadjon. És akkor mondták, hogy megpróbálják, mert hogy van egy osztálytársa, egy évfolyamtársa az egyetemen, Terry Chimes, a Clash együttesnek, az egy legendás banda volt, olyan, mint a Sex Pistols, ilyen punkok már, és hogy annak a dobosa, Terry Chimes, az tulajdonképpen ott hagyta a zenekart már, és ott orvostan hallgató is osztály, vagy évfolyamtársa, vagy mit tudom én, micsoda, és az segít majd nekem, meg egyebek. És akkor volt ez a könyvem, ez a londoni rock market STB, ebben benne van körülbelül 200 olyan kegyhely, amelyet Angliában, Londonban érdemes megnézni. Nem csak az Abbey Road, ahogy így átmész az Ebrán, meg hol lakott a Brian Jones, hol készülnek a lemezek Chelsea-be, a Pink Floydnak, hol volt az esküvője Mark Knopfernek a Dire Straits-ből és egyebek. Tehát ebben nagyon érdekes. Ügyüzenei úti kalauz, ahogy van. Mit nézünk meg Londonban. Így van benne térkép a végén. Aztán. Tehát odalapozol, akkor van benne térképtől kezdve minden beszámozva, és akkor azok az előző oldalakon le van írva, hogy ott, ha merre mész, mit látsz. Na lényeg az, hogy ezt én elkezdtem kibogarászni, hogy mit szeretnénk mi ott megnézni. Egy hétig voltunk kint. És ez alatt, az egy hét alatt ugye úgy kellett beellőni a dolgokat, hogy ebbe bejussunk a Márki Klubba, bejussunk ide-oda. És akkor a Miló Misivel hát mentünk ki. Nagyon érdekes volt, mert ugye engedélyeztetni kellett a kamerát, hogy kiviszed. Biztosítást kellett rá kötni. Én például sose gondoltam, hogy az az állvány, amit én vittem, egy ilyen tévéállvány, az mit tudom, egy 1,5 millió forint volt. Egy olyan állvány. Mondom, micsoda? És mentünk itt a biztosítást, és akkor kint is, Angliába, hogy ott jöttünk, mentünk, ilyen komoly állványokkal, meg mindennel, ráírva, hogy Magyar Televízió, MTV, Nyíregyházi Stúdió, hát ezt ott egyből azt hitték, hogy maga az MTV van, érted? És mentünk ott a Charing Cross-ba, a Soho-ba össze-vissza, mindenhol így integettek meg, tapsoltak meg, mi azt hitték, hogy benne lesznek az MTV-be. A nézőtelevizőben. Igen. És akkor, hát ez jól előszerveztük, megszerveztük, és akkor kimentünk. Na most 90? 93. Itt van például ez a katalógus, ebben benne van egy dátum, azt nézd meg, ott az első lapján valahol. Ez a Barry Gibb, a Bee Gees palija írta ezt a musicalt, a Joe Farrarral, és ez tulajdonképpen ott van benne a dátum. Kérlek szépen, 1990. július 15. Na. Akkor volt a nyitó előadása. Felirattanúsága szerint így ebben van. A színházban. Ennek így van, a Dominion színházban. Ez az Oxford Street, New Oxford Street, Tottenham Court Road sarkán van egy színház, ez a Dominion, gyönyörű, és ott pont akkor mutatták ezt be. Úgyhogy ezt dátumszerűen is tudjuk, és ott is azt hitték, hogy mi az MTV-től vagyunk itt, és már mondták, hogy adták ezt a szórólapot, meg még egyéb ilyen relikviákat, és hogy tessenek jönni, MTV, tessenek jönni ide meg oda, és akkor mi Misivel megpatantunk onnan, mert féltünk, hogyha kiderül, hogy
mi mégse ez az MTV vagyunk, hanem egy magyar, hogy hogy kerültünk ide, és amit felvettünk, akkor legyen szíves a kazettát ideadni, és azon már rajta volt a Márki Klubtól kezdve egy csomó minden, úgyhogy mondtuk, hogy mi kimennénk az utcára egy-két snittet csinálni, szakadt az eső, de azért átmentünk a zebrán a másik oldalra, azt eltűntünk. Megúsztáltak. Egyébként nagyon úgy tűnik, hogy te legalább olyan szinten ismered Londonnak, legalábbis ezen részét, mint a Nyíregyháza járnál a kertvárosba. Hát bizonyos részeket, igen. Hány rész készült el ebben a televízióban? Azt hiszem 25, de ebből aztán műsorképes. Hát lenne egy-kettő, amit én most már azt mondanám, hogy nem kellene levetíteni, mert annyira... Most már sokkal jobb anyagok vannak hozzá, tehát nagyon amatőr volt még akkor, nehéz volt hozzájutni anyagokhoz. Úgyhogy amikor majd fogják nézni a kedves nézők ezt, akkor azért bocsássák meg, mert egy 1920-ba felvett Leedbeli blues énekes, akin közben a legyek szállnak meg, mit tudom én, szóval azt nem tudtam megszerezni 3D-be. Tehát ezek ilyen szuper 8-as, nem tudom, valahol valaki egyszer felvette, és az kering a világban mindenhol, és azok a legnagyobb tévékben is ugyanilyen rossz minőségűek, tehát nem lehet javítani rajta semmit. Meg hát ott aminek örültem, hogy ugye a Hobó, mikor megtudta, hogy itt lesz ez az egész, akkor voltak ők pont 15 éves, ugye 78-ban alakult a Hobo Blues Band, és 93-ban, amikor forgattuk ezt az egészet, akkor 15 éves a Hobo Blues Band, és akkor itt voltak a Műfázban, akkor azokkal is csináltunk egy interjút, betettük ebbe a programba. De ha már itt volt a Hobo, akkor megkértük, hogy a bluesest a blues műsorhoz beszéljen. A rock and roll szerintem most fekete zene, vagy fehér, vagy mi a rhythm and blues, vagy a magyar rock. Tehát ott több műsorban is megjelenik a Hobo. De úgy voltam vele, hogy hát mégis a rock and roll, hát akkor legyen a Fenyő Miki. És akkor Fenyő Mikit is megkértük, akkor lejött Pestről, és akkor ő meg elmondta, hogy szó se lehet arról, hogy a rock and roll fekete zene, az fehér, az ott Elvis Presley, és akkor ilyen nézék voltak. De jó volt, tetszettek ezek nekem. Mondj két-három részt. Mi a cím, ha még emlékszel rá ennyi év távlatában? De mire számítsanak a nézők, hogy hogy fogtok feldolgozni egy-egy londoni részt, vagy egy-egy együttesen keresztül, nem, vagy nem. Egy időszeletet? Nem. Mindig. Ez a 25 rész, ez tulajdonképpen stílusok és időszakoknak a keveredése. Tehát itt lesz majd az, ami a első rész, azt hiszem a blues, a kezdet. Nem foglalkozunk nagyon a jazzel, meg a swinggel, meg a bebop-pal, meg a többivel, a blues, az egy ilyen alap. Utána ez nagyvárosban dübörögnek át Chicagóba, New Orleansből, és akkor ott már rhythm and blues. És akkor a rhythm and blues, meg a blues, ez felgyorsulva, kis country zenével bonyolítva lett a rock and roll. És akkor itt jön be a rock and roll, meg Buddy Holly, akkor pont ott voltunk Londonban, Buddy Holly műsor ment ugyanígy a színházba, 4 évre előre nem volt jegy, és akkor oda mentünk, ahol ez van, akkor azt is bekevertük, akkor mentünk tovább, akkor megjelentek a Beatlesek, a Beatles muzsika, el akartunk menni Misivel Liverpoolba, de a gatyánk ráment volna, olyan drága volt a vonatjegy, és napi 2 vonat ment Liverpoolba, Londonból, és a legkorábbihoz oda mentünk, ami 7 órakor indult, délre ért volna a Liverpoolba, és akkor déltől 2-ig kellett volna gyorsan lerohannunk, össze-vissza felvenni, amit akarunk talán, és a 2 órási vonattal visszajönni, hogy 7 órára hazaérjünk. Ilyen. Mindenki autóval jár, meg repülővel, tehát nem nagyon járkáltak vonattal, és ez iszonyú drága. Többe került, mint Nyíregyházáról Londonba elmennünk, mi ott Londonból Liverpoolba, és azt kihagytuk, azért a 2 óráért nem mentünk el. De aztán van benne Rolling Stones, Jimi Hendrix, Woodstock fesztiválok. És te ott konferálsz azokon, igen, a kultikus, igen, helyeken. Ott is, ilyen kultikus helyeken is. Hát nagyon furcsa volt, hát hála Misinek, mert én ott azért még nem voltam a profi tévés, tudod. És akkor azt mondta, hogy na most figyelj, akkor nem fér bele ez az egész, tehát ki kellene ennél az utca közepére, ott kellene elkezdened a mondókát,
mondja nekem a Charing Cross Roadon, ahol a lovasrendőr irányított, mert olyan 20 kilométeres dugó volt, és akkor én menjek ki a közepére a járdának. Hát régtig, mire elmondtam valamit, mindig beleszólt valaki, dudált, hello MTV, így úgy, gyerünk gyerekek, kezdjük előről. Akkor volt olyan, hogy a Savillon, az Regent Street mögött van a szabóságok, a leghíresebb szabóságoknak ott vannak a műhelyei, és ott van az Apple ház, a Beatles-eknek a kiadója, Apple Alma lemeztársaság, és akkor annak a ház tetején játszottak egyszer a Beatles-ek 69-ben, és akkor azt mi fel akartunk menni oda. Hát de most már valami bank lett belőle, mondták, hogy szó se lehet, hogy véte felmenni, de mi televízió, akkor se tudunk felmenni. Úgyhogy az utcáról kellett felvenni, meg megcsinálni. 1969. január 30-án a Let It Be forgatásán itt jöttek utoljára össze a Beatles fiúk, és itt ennek a háznak a tetején játszottak utoljára együtt. Tehát John George, Paul and Ringo utolsó közös momentumának színhelye ez a háztető. De a tévés az még de nagyon nagy szám volt, jó volt, csinálom. És megszületett ez a 25 rész, amit most megnézünk, és akkor még mi is megkérdezzük erről. Hát én azt hiszem, hogy te az egyik olyan különleges dolgot tetted le itt az asztalra, ami akkor piacképes volt. Látták ezt máshol is, vagy idézőben csak itt vetítettük? Hát ebben az ATV meg akarta venni annak idején, de aztán valami miatt elmaradt. Akkor ez a Nyíregyházának szóló exkluzív sorozat. Persze. Hát azt sajnálom, tudod, hogy nagyon sok helyit nem tudtam beleszedni. Az egy külön kanyar lett volna még, hogy helyi zenekarokról is ugyanezeket megcsináltunk. Aztán később olyat is csináltunk, többet is. Itt nyíregyházi zenekarokkal, Alvin és a Mókusok. De tegyünk egy veszőt, azért nem ért véget ezzel a tévés pályafutásod. De hát utána jött a PBTV, a PB Rádió, Jonathan Rádió, ilyen-olyan, persze, nagyon díjaztam, szeretem csinálni, a mai napig is. Köszönjük szépen, és a legjobbakat, meg jó egészséget kívánunk neked, és akkor mi is megkérdezzük. Van egy igazi magyar közmondás, sok dudás nem fér meg egy csárdában. Nos, hát ez a Creamre is igaz. 1968-ban eljött az a pillanat, amikor kiderült, hogy Jack Bruce, Eric Clapton és Ginger Baker együtt túl erős. Épp ezért először Jack Bruce, majd később a másik két tag is otthagyta a Creamet, és ezzel a Cream feloszlott. A búcsú koncertje igazán emlékezetes marad annak, aki látta, és emlékezetes marad a Royal Albert Hall történetében is. Ugyanis itt búcsúzott az első supergroup Angliától, a Cream. Go!